Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét itt vagyunk Székesfehérvár belvárosában, a Fekvő Katona Söröző és Kávézóban, ahol Családőrzők című műsorunk felvételén vagyunk. Vendégeink most is itt vannak, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, örömmel látom, hogy jól vagytok, így aztán beszélgethetünk tovább Fekete Cseri Zsuzsannával, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjével, rekreológussal, és sorolhatnám még a sok diplomádat, de ugyanezt tudom mondani Papcsiláról is, aki mediátor, személytervezési szaktanácsadó, és itt van velünk a mai napon is Szauter Ákos, aki hát elsősorban hatgyermekes családapa, másodszorban a Szép Hő ZRT vezérigazgatója. Tényleg, melyik elsősorban és melyik másodszorban lehet ezt így szétválasztani vagy sorolni? A családapai funkcióm az valószínűleg stabilabb, és azt hiszem, hogy mindenképpen azt kell első helyre helyeznem, de természetesen az is fontos, hogy van egy munkám, van egy feladatom, amit nagyon szeretek. És ez nagyon jó, hogyha valaki olyan munkát tud végezni. A mai napon témának a babavárást választottuk, ami hát egy izgalmas dolog mindenképpen. Szerintem az első esetben biztos, hogy csupa boldogság és csupa izgalom. A babavárást lehet kétféle. Jön a baba gyorsan, aztán jön az a konfliktus helyzet, amikor nagyon sokat kell küzdeni azért, hogy az első kisgyermek megfogadjon. Talán beszéljünk akkor először arról a helyzetről, hogy minden rendben van, készülünk rá, hogy várjuk a babát. Ez egy szép, legalábbis egy női szemmel nézve, ez egy csodálatos, izgalmas dolog. Hát, ha mindenki várja, akkor biztosan. Értem ez alatt, hogy az édesapa is és az édesanyja is ugyanúgy várja azt a babát. Nagy kaland, izgalom, kihívás, félelmek, kérdések. Ilyenkor anyához egy kicsit közelebb kerülnek a lányok. Milyen volt, amikor te voltál várandós, hogy történt, mint történt, gyűjtjük az információt. Ma már az internet világában ugye mindent meg lehet találni. Aztán ott vannak a barátok, barátnők, és akik éppen mostanában hoztak világra kisbabát. Az új trendek, az új nézetek, az új irányzatok, hova menjünk, hogyan szülessen, hogyan készüljünk rá, egyáltalán születésfelkészítés legyen-e, mama-baba kapcsolat építés, stb. Tehát millió kérdés van ebbe, és én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy megtalálja a pár azt, ami számukra egy olyan értékrend, amihez aztán utána tudnak ragaszkodni. Mondtad, hogy az anyák közelebb kerülnek a lányaikhoz, ez tényleg így is igaz, és úgy is igaz, mert szerintem az anyukák alig várják, hogy a lányok ebben a helyzetben kerüljön, és szükség legyen rájuk, és akkor majd én elmondom neked, kislányom, hogy ezt hogy kell csinálni, de azt hiszem, hogy ez majd az anyós téma lesz, és az anya téma lesz, amikor erről beszélünk. Amikor mindenki bele akar szólni, és aztán senki nem tud semmit igazándiból, mert mindig minden változik. A babaváráshoz még annyit, hogy azért ott vannak a hormonális, tehát a testi és a hormonális változások, és hát a változás szó, vagy a változástól nagyon sokan félnek. Ugye hozzám járnak kismamák is, akikben van félelem a várandóság ideje alatt, és hát van olyan kismamám is, akinek nem mindenki várja, vagy nem mindenkinél arat osztatlan sikert az, hogy jön a baba. Tehát van olyan, hogy az apuka nem igazán várja azt a gyermeket, mert hogy megtörtént, ami megtörtént, nem tudatos terve és esetleg nem is házasságban. Tehát, hogy azért ennek az árnyoldaláról is kell szólni, nem csak arról, hogy milyen szép, és majd fejlődik, és nő a pocak. Persze szép, mert mindig egy nőnek az a legcsodálatosabb része, amikor egy életet ad, mert ugye erre mi nők vagyunk képesek, hogy életet adunk egy embernek. De hogy azért vannak itt sajnos olyan tényezők is, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Erről jutott eszembe, hogy akkor az anyuka egyedül marad a babával. Más lesz az ő kapcsolatuk a későbbiekben, és ez nyomot hagyhat? Teljesen abszolút más. Igen. Alapvetően meghatározó. Akkor kérdezzük meg, hogy férfi szemmel milyen is az a babavárás. Biztos vagyok benne, hogy egészen más a fontos. Ugye elhangzott itt már a döntés. Elhangzott az, hogy ténylegesen várjuk-e a babát. Ugye a mi esetünkben nem volt kérdés, tehát mi úgy voltunk vele, hogy összeházasodunk, és amikor jön a baba, akkor jöjjön. Most hála Istennek nálunk nem volt, tehát egyik babánál se tudom azt mondani, hogy nagyon várnunk kellett volna rá, tehát amikor mi nagyjából úgy terveztük, hogy most szeretnénk egy babát, akkor hála Istennek megfogant, és a legnagyobb fiunkkal is így voltunk, hogy elmentünk a Nász útra ketten, és hazajöttünk hárman, tehát onnantól kezdve már tényleg egy kész tény volt, és én elmondhatom, hogy én nagyon örültem neki, tehát hogy
bennem volt a várakozás, hogy mi lesz, ugye még nem tudtuk, hogy milyen nemű lesz. Ugye édesapám mondta, hogy hát jó lenne, a fiú lenne, hát mégis a Sauter nevet vigye valaki tovább kapásból. Vitték én... később négyen is. Igen, de én úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, tehát igazándiból nem volt ez probléma, és hát nagy készülődés volt természetesen, mert akkor ugye szembesül azzal az ember, hogy hát akkor annak a babának valahova jönnie kell, akkor annak a babának lesznek szükségletei, és erre mind-mind föl kellett készülni ez alatt a 9 hónap alatt. Komolyan van a férfiben egy ilyen érzés ilyenkor, hogy én milyen büszke vagyok, mert én ezt összehoztam? Talán ez nem volt bennem, tehát nem a teljesítményemre voltam büszke, de összességében az, hogy családapa lehet az ember, és hát onnantól kezdve családapa. Tehát oké, hogy akkor látom, majd akkor tudom a kezembe fogni, amikor már megszületett, de hát az ott van. Tehát még hogyha nem is érzékelem, hogyha később azért igen, amikor már becsületesen rugdalt, akkor lehetett érezni, de hát azért ez fontos, hogy onnantól kezdve apa az ember. Én azt hiszem, hogy vita tárgya lehet az is, ahogy a manapság a férfiakat, a férjeket bevonják a terhességbe, mert van, aki úgy gondolja, hogy ez jó dolog, hogy együtt mennek tornára, meg hogy közösen végeznek olyan gyakorlatokat, amiben apa is mintha megélné szinte a terhességet. Van, aki meg úgy van vele, hogy de hát, hölgyeim és uraim, az a nők dolga évezredek óta. Nem tudom, hogy ez... Jól gondolom, hogy ez nem egyértelmű, hogy melyik a jobb megoldás. Ez megint attól függ, hogy a pár milyen értékrendet képvisel, és milyen értékrend mentén éli az életét. Tehát, hogyha ők a megállapodás szerint például végig a babavárásra, mindenre úgy együtt készülnek, és együtt mennek a tanfolyamokra, apás szülés, stb., akkor azt gondolom, hogy az úgy rendben van. Ha nekik rendben van, tehát hogyha ezzel nincsen baj, igen, ez egy női principium alapvetően. Itt a nő azért meg fog élni olyan dolgokat, ahol Csilla, ahogy említette, a hormonális változások révén, ami se előtte, se utána soha többet nem lesz. Ez a várandósággal jár együtt, ez az áldott állapottal jár együtt, annak a hangulatváltozásaival, a testváltozásával együtt, a mozgásváltozásával együtt, a lelki felkészüléssel együtt, ezt belülről Isten igazándiból tényleg a nők tudják csak megélni. De a férfiak kivehetik a részüket abból, hogy átélik, átérzik, támogatják a feleségüket ebben, és megértik a hangulatingadozásokat, megértik a különböző szituációkban azt a minőséget, hogy most a nőnek erre van szükséges. Különösen a várandóság vége felé, amikor már a női test olyan szinten alakul át, és készül a szülésre és a születésre, onnantól kezdve a férfinek az én meggyőződésem szerint a legnagyobb tevékenysége az, hogy háborítatlan nyugalmat biztosítson a születendő babának meg az édesanyának. Tehát, hogyha ezt meg tudja élni, és akkor a nő tényleg befelé tud fordulni, tényleg arra tud koncentrálni, ami most ő rájuk vár, akkor tudja a legtöbbet tenni a családjáért a férfi. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan férfi principium, és ez egy olyan férfi minőség, ami ha megadatik egy családba, az nagy áldás. Anyának, babának, mindenkinek. Háborítatlan nyugalomhoz még az egzisztenciális és az érzelmi biztonság. Tehát amit a férfinak ebben az időszakban hatványozottan nyújtania kell a nőnek, hiszen éreznie kell, hogy maximálisan el van fogadva a testi változásaival, a hangulat ingadozásaival együtt, és úgy is szeretlek. Bárhogy vagy, mindenképpen szeretlek. És amit még fontosnak tartok, hogyha két ember szereti egymást, és egymásra rezegnek, akkor ezeket nem is nagyon kell megbeszélni. Tehát ez nem egy meeting, hogy leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy most akkor így lesz, hanem ezek igazából magától értetődő dolgok, és maguktól automatizáltan működnek. Hiszen ha érzelmileg rendben vannak, összerezegnek, akkor ott az szinte tökéletes. Nyilván ez lenne az optimális, de tudjuk azt, hogy azért ez nem mindig így van. Inkább ritkábban van így. De én azt gondolom, hogyha erre tudnánk törekedni, vagy azok a fiatal párok, akik most készülnek házasodni, vagy gyermeket vállalni, hogy megvizsgálni azt, hogy tényleg mi mennyire egészítjük ki egymást érzelmileg, mennyire érzem biztonságban magam a párom mellett, akár érzelmileg, akár egzisztenciálisan, mennyire tudunk akár csak egymás csendjében lenni, csendben, békében, akkor nagyon sok konfliktustól meg tudnánk magunkat és a kapcsolatunkat kímélni. Tehát annyira sok kritérium van, és annyira sok elvárás van, de a legfontosabb mindig az érzelem. És az, hogy mi mennyire vagyunk együtt, mennyire vagyunk kerek egészek.
Volt olyan, hogy nehéz volt a várandóság időszaka a férfi ember létedre is? Nem emlékszem rá. De most próbáltam visszapörgetni, de így a hadgyerek vonatkozásában sem nagyon emlékszem rá. Mondjuk hála Istennek az én feleségem viszonylag könnyen viselte a várandóságot, tehát nem volt ilyen, hogy az első 12 hétben esetleg rosszabbul lett volna, és így nem. Én igazándiból talán nem is az első gyerekre tudok ilyen szempontból visszaemlékezni, hanem a későbbiekre. Nálunk volt egy ilyen megosztás mindig, hogy a feleségem mindig azzal foglalkozott, aki vagy a pocakban volt éppen, vagy éppen a szomszéd szobában mellettünk, és még szopizott. A többiekkel én foglalkoztam, és az azt jelentette, ez egy nagyon érdekes dolog, nem tudom megmagyarázni, biztos, hogy majd egyszer a tudósok rájönnek, hogy ennek mi az oka, hogy amikor az emeleten volt valakinek valami problémája, én ébredtem föl, és a feleségem nem. És fordítva, amikor a picivel volt, a legkisebbe volt, akkor ő ébredt föl, és én nem. Tehát ezt mi megbeszéltük, hogy igen, akkor én ugram, és ez így belsőleg működött. És nagyon jól működött. Tehát én abban igyekeztem ott segíteni, akár a várandóság alatt is, hogy a többieket megpróbálni nagyobb figyelemmel gondozni, vagy nagyobb figyelemmel kísérni. Beég a szülőkbe a feladat? Itt volt a kérdés. Abszolút, szerintem abszolút. De mondd. Nem csak beég, hanem én szerintem erre genetikailag vagyunk kódolva. Tehát én azt látom a környezetemben, ugye olyan családokkal dolgozunk, ahol nehézségek vannak a gyereknevelésben, tehát és nem csak a nevelésben, hanem a gyereknek a fejlődésével kapcsolatban. Tehát ők azért terheltebbek, mint az egészséges nevelő családok. Ezek a szülők teljesen más nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek. De őnáluk is azt látom, hogy egyszerűen zsigerileg megvan ez a történet nekik. Hogy azt nem kell megtanulni, hogy egy édesanyának, hogy felébredjen arra, hogy a gyereke küzd valamivel, vagy nehézsége van, vagy szüksége van az édesanyjára. És igen, ahol több gyerek van, én is azt látom, hogy az apuk pont így veszik ki a részüket. Ugye kezdetben az a feladat, hogy apa megy holnap reggel dolgozni, csend legyen, anya az éjszakát végigcsinálja és végigviszi, de amikor jön a harmadik, a negyedik, az ötödik baba, akkor teljesen mindegy, mert az anyának is holnap reggel fel kell kelnie, és el kell látni a családot, és meg kell tenni a dolgait, tehát akkor már ott megosztjuk a feladatokat, és akkor közös teherviselés van. Ezt valamikor úgy mondta nekem egy idős néni, hogy édes drága kincsem, a kosarat valakinek mindig vinni kell. És hogyha ezt egészségesen osszuk meg, akkor van egyfajta harmónia. Igen, hát ez nem más, mint az anyai ösztön, amiről itt beszéltünk, hogy bármikor sír a gyerek, ami apában is jelen esetben kialakult, főként, ahol ugye sok gyerek van, de az anyai ösztön az, ami felébreszt, felriaszt, tehát hallod a gyereket sírását, tehát nem tudsz nem ébren lenni, és ugyanígy az apukákban, akik már előre megállapodtak abban, hogy felfele figyel, az anyuka pedig az aktuális kicsit figyeli, hogy ugyanúgy kialakul egy ilyen csengő, hogy ébrednem kell, mennem kell. Tehát kialakulnak az ösztönök, ami egyébként évezredek óta belénk van kódolva. Már egy kicsit ott tartunk, hogy megvan a baba, én még visszamennék a babaváráshoz, pontosabban a születéshez. Kérdezem én, hogy ott voltál-e a gyermekeid születésénél? Igen, mindegyiknél ott voltam. Az elsőről majdnem lemaradtam, mert Budapestről kellett hazajönnöm, de mindegyiknél ott voltam. És milyen élmény volt ez számodra? Egyáltalán élmény volt ez számodra valóban? Tulajdonképpen én ugye először olyan szempontból közelítettem meg, hogy a feleségem igényelte ezt. Tehát részéről megvolt az az igény, hogy igenis én legyek ott a szülésnél. Hát én ott testközelből éltem meg, és megtapasztaltam azt, hogy mit él át. Nem, természetesen nem olyan mélységig, mint ahogy ő, de amikor egy fájás során képes volt elhúzni engem egy az egybe, tehát nem tudtam visszaszorítani, vagy úgy megtartani őt, mert olyan fájásai voltak, akkor azért az jelentett valamit, vagy úgy fogta össze a tenyeremet, hogy majdnem összeroppantotta. Tehát azért ezen keresztül én részese voltam részben a vajudásnak. Hát részben meg, hát összességében az, hogy a gyermek, amikor megszületik, akkor ott lehetek, és hát ott van az a kis csöpség, tehát az úgy gondolom, hogy egy hatalmas élmény. Érdekes, nem olyan régen beszéltem egy fiatal hölgyel, aki babát várt, és félt attól, hogy ott legyen a párja, mert attól félt, hogy a párja utána már nem úgy áll majd ő hozzá, a nőiességét már nem úgy látja. Van ilyen? Tehát tényleg lehet ilyen eredménye annak, hogy ott van apa a szülésen?
Van ilyen, igen. Hát ez is ugye egyéni beállítottság kérdése. Vannak olyan férfiak, akik igénylik, és örülnek annak, hogyha részt vehetnek a szülésnél, akár megtámasztani, amit Ákos is mondott. És jobban szereti akár utána. Igen, mert ugye a hölgy biztonságban érzi magát. De ha csak az anya akarja ezt, hogy a párja ott legyen, és tulajdonképpen betuszakolja egy elvárással a szülésre, akkor ez nem szerencsés. Tehát ennek a férfinak, ennek az apának, vagy jövendő apukának is akarnia kell azt, hogy bent legyen a szülésnél. Vannak olyan férfiak, akik úgy szocializálódtak, hogy nem bírják a vért, nem bírják a fájdalmat, vagy a kedvesük fájdalmát nem bírják látni, vagy nem akarják látni. Nem szerencsés akkor beerőszakolni az ilyen jövendő apukát, vagy apukát már, hiszen pillanatok múlva apa lesz. Én azt gondolom, hogy az a nő, aki attól fél, hogy utána már nem szereti a férje, ha ezt látja, legalábbis és ezt végignézi, és nőként nem tud rá úgy tekinteni, akkor rossz helyen mondott igent. Ennyi. Én azt hiszem, hogy ez így van. Gondolom, hogy rád soha nem volt ilyen hatással ez a probléma. Abszolút nem. Ez meg se fordult a fejembe, úgyhogy ez egy új szempont most számomra is. És akkor menjünk tovább. Ugye, ha megvan a baba, ez is egy viszonylag közeli divat és hagyomány, hogy az édesapa mesztelen felső testére ugyanúgy ráteszik azt a babát, mint az anyukájára. Ennek mi lehet a jelentősége vajon? Tehát, hogy ez miért szükséges? Hát ugye van az a bizonyos aranyóra. Az aranyóra ez most nem egy ékszer lesz ebben az tekintetben, hanem az újszülött babának és a szüleinek az az egy órája, amikor ők háborítatlanul vannak egymás mellett és egymás testkontaktusában. A baba, amikor bőrkontaktussal találkozik, akkor az ő neki a megnyugvás, akkor az ő neki a biztonság, akkor az ő neki az a fajta közeg, ahol átkerülve ebbe a dimenzionális világba egy teljesen más életkörülmény veszi körbe. Hát gondold el, addig lebegett egy jótékony, meleg, félhomályos, kicsit tompított hanggal ellátott, hintázós álomvilágban, neki semmiért nem kellett küzdenie, semmit nem kellett csinálni, bár a hely egy kicsit már szűk volt az utóbbi időben, ez volt egy kis kényelmetlenség, de tulajdonképpen semmi. Ehhez képest világra jön. Egy óriási változáson megy fizikálisan és minden szinten keresztül, önállóan kell levegőt venni. Hát bocsánat, ez sem megy mindenkinek elsőre. Aztán el kell jutni a táplálékért, ugye? Meg kell érte küzdeni. És mi az a valami, ami hozzáír a bőrömhöz? Ugye? Tehát, hogy ez egy óriási dráma, a születés drámája. Az a baba, aki ezt megkapja, ezt az aranyórát, az sokkal-sokkal stabilabban indul neki az életbe. Az a biztonságérzet a bőrkontaktuson keresztül fogja felvenni. Miért fontos, hogy az apának is meglegyen ez a fajta kapcsolódása a babával? Azért, mert gondold végig, az édesanyja az újra és újra a táplálás során magához veszi, bőrkontaktus létrejön, a gyereknek ez a biztonsága megvan. Az apával ugyanúgy a bőrén keresztül fog először ismerkedni. És ugye a babák nem látnak, nem hallanak úgy, mint ahogy mi ezt gondoljuk, amikor megszületnek, de szagolnak. És az orruk lesz az iránytűjük. Érzékelnek, és ugye kapcsolódnak. Hát ugye ez a bőrkontaktus abszolút a kapcsolódásról szól. És az, hogy apához is tud kapcsolódni, anyához is tud kapcsolódni, ugye ismerkedés a világgal. Hiszen amikor kikerül, millió csövet ledugnak, amit most itt nem mondtál el, ugye szondázzák, és egyéb olyan beavatkozások történnek, ami borzasztó trauma. És ott van a megnyugvás pillanata az anyán, akinek hallja a szívdobbanását, amit ugye 9 hónapon át hallott, ott van az apa érintése, a biztonság, a férfi erő, a férfi energia, mert hogy arra is nagyon nagy szüksége van egy kis babának, úgyhogy ez a fajta kapcsolódás, és már tulajdonképpen egy kis szocializáció az új világra, vagy az új életre. Olyan arcot nem nagyon látunk férfi, mint abban a pillanatban, amikor először ér a bőréhez a saját babája. Én azt hiszem, hogy ez lehet igazából a csoda az apa számára. A másik, amikor azt mondja, hogy apu, én tudom. Igen. Nálunk ez kimaradt, tehát én nem tudom. Tehát amikor a legkisebb lányom is született, akkor ez nem volt még szokás. Vagy igen, nem ez tudom. Nagyon közeli. Nem tudom, tehát nálunk az volt, hogy az édesanyját a feleségemre helyezték. Én meg ott mellette lehettem, és maximum onnan beszélgethettem vele, meg simogathattam. Tehát úgyhogy én erről, mint élményről sajnos nem tudok beszámolni. Beszéltél egyébként a gyerekekkel a pocakban? Emlékeim szerint igen.
Igen, igen. Talán az első a legtöbbet, aztán úgy szépen úgy, mint ahogy az embereknek ugye, általában az első gyerekre a legtöbb fényképe, aztán utána ez szépen kopik, ugyanígy talán az első a legtöbbet, és utána később kevesebbet, de igen. Emlékezik a gyerek később arra, hogy hallotta apa hangját kívülről? Igen, megismeri. Meg is ismeri, tehát ez... Megismeri. Ez fontos. Biztos, mert zenék, amiket például én hallgattam várandós anyukaként, azokat a zenéket teljesen másképp érzékelték később hónapokkal, vagy évekkel később is, és valamilyen élményhez kötötték. Tehát láttam az arcukon, az arc kifejezésén, a szemén, hogy valami dereng, tehát valamit felismer. Egyébként, amikor így megszületett az első gyermek, és mondjuk így simiszted, az milyen érzés volt neked? Felidézzük. Igen. Ezeket a pillanatokat. Igen, igen, így tehát nagyon... Tehát csak érzést... Hát valószínűleg nagyon mély nyomot nem hagyott bennem, hogy őszinte legyek. Annyi minden futkos akkor az ember fejében. Igen, ott sok minden volt, ráadásul egy kicsit az elsőnél volt némi komplikáció is, mert a vállára, vagy fölcsavarodott a vállára a köldökzsinór, és ezért, hogy az apuson fogalmazott bungee jumpingolt a gyerkőc, és tehát egy nehezebb szülés volt. De hát megküzdött vele szegényként, mindkét szegényként, de nem emlékszem őszintén, hogy ez bennem úgy érzelmet váltott. Ha már szóba jött az após, egy kicsit akkor azért hozzuk be itt a nagyszülőket, mert már a születés pillanatában többnyire a nagyszülők ott vannak a szülőszoba előtt, legalábbis a lányos, tehát az anyukának a szülei biztos, hogy ott vannak, és ami szerintem lehet borzasztó, hogy amint meglátják a kismamát és a kispapát, rögtön dőlnek a tanácsok. Hogy mit kell csinálni ezzel a gyermekkel, amitől valamikor anyuka szikrázik, a frissen sült anyuka, mert tudom képzelni. Hát ugye én már nagymama vagyok, anyós is vagyok, édesanya is vagyok, bármelyik oldalról megközelíthetjük a kérdést. Nekem itt mosoly villant át rajtam, ahogy ezt mondtad, hogy már a szülőszoba előtt. Igen, nekem az első unokámat ugye a menyem szülte, tehát nem lányos anyaként voltam jelen, hanem fiús anyaként, és emlékszem, a lányos anyuka a lépcső tetejéről szólt nekem, hogy elkéstél. Nem akartam megkérdezni, hogy most akkor visszacsomagoltuk, vagy mi van. Na mindegy. Tehát, hogy ő ért oda előbb, de hát világos, ők raktak együtt. No, de ez csak egy ilyen kis szösszenet. Én azt hiszem, hogy az első dolog az, hogy ha nagyszülőként közelítünk a dologhoz, és teljesen mindegy, hogy anyós vagy édesanyja vagy a lányodnál, a legfontosabb az, hogy hidd már el, hogy az a hölgy, akár a gyereked, akár a menyed, világra tudott hozni egy gyereket, és ezen végig tudott menni, és felkészült erre, és tudatosan vállalt ezt az egészet, akkor bízzál már benne annyira, hogy ő tudni fogja, hogy mi az, amit neki tenni kell. És add meg neki a lehetőséget, ha segítségre van szüksége, akkor téged megtaláljon. Ez a dolgunk, nincs több, és egyébként meg rajongani az unokáinkért. Hát ők a leggyönyörűbbek, meg a legokosabbak, meg a legügyesebbek, meg a leg. Tehát szeretni, és ami még itt eszembe jutott, amit mondtál, hogy ha pedig a lányomról van szó, akkor bízzak magamban is annyira, hogy úgy neveltem a saját lányomat, hogy képesnek tartom arra, hogy ő ezt meg tudja csinálni, ezt a feladatot. Ha pedig a fiam révén születik gyerekem, akkor a fiamba bízom annyira, hogy olyan partnert választott, aki képes arra, hogy életet adott egy gyermeknek, és fel fogja tudni nevelni. És tényleg csak annyi, hogy felajánlani a segítséget, a támogatást, hogy érezzék, hogy mindig ott vagy, de nem beleszólni. Nagyon nehéz egyébként megállni, ugye? Nagyon nehéz megállni, de azt gondolom, hogy csak a támogatás jelleget szabad megmutatni, vagy akár szóban kimondani, hogy itt vagyok, ha szükséged van rá, de no beleszólás, mert ők a szülők. Beleszóltak a nagyszülők? Segítettek? Én egy kicsit visszamennék egyébként időben, akkor megint a gyereknek a születése elé. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember összeházasodik, akkor utána ezeket a viszonyokat is tisztázni kell. Tehát a szülőkkel való viszony. Tehát mi ott letisztáztuk ezt kőkeményen, hogy alapvetően az én szüleimmel olyan értem tartom a kapcsolatot, hogy ha konfrontálódni kell, bármi van, azt én vállalom magamra, mint hogy a feleségem is a saját szüleivel szemben, amikor ilyen helyzet volt. Illetve a másik, a feleségem szülei esetében ez nem állt fenn, mert ők Budapesten vannak, de hogy ne állítsanak be váratlanul például.
Tehát, tehát tudják azt, hogy igen, mi egy önálló család vagyunk, önálló életet élünk, és valahol elvárjuk azt, hogy amennyiben ők bennünket látni szeretnének, akkor előtte legalább oda telefonálnak, megkérdezik, hogy tudjuk-e őket fogadni. Tehát nem természetes az, hogy csak jönnek és ott vannak. És ugyanígy a tanácsokból is. Tehát ugye korábban is van már tanács. Rengeteg. Tehát, hogy hogyan éljünk, mit csináljunk, ezt hogyan, egyebek. Ezeket ott helyben, akkor már meg kell próbálni rendbe rakni szerintem, és ha ott sikerül rendbe rakni, sikerül azt megbeszélni, hogy igen, köszönöm szépen, elfogadom, mikor van rá szükségem, egyebek, akkor én úgy gondolom, hogy ez a gyerekvállalás után is ez tud működni. Annyira kérdeznélek még benneteket, és olyan jó lenne beszélgetni, de elfogyott az időnk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Szauter Ákosnak egyaránt, és természetesen köszönöm a helyszínnek, a gyönyörű kávét is. Helyszínünk pedig a Fekvő Katona sorozó és kávézó volt. Kedves nézőink, Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük, hogy itt voltak. Viszontlátásra!